Ja, hogy talán az egész Eurodiszkó történetből a legeslegfontosabb momentum, hogy honnan vette Katona Klári a hajába font gyöngyöket, ugye azt az ikonikus imidzsét, frizuráját. Hát az Eruption együttes énekesnőjétől, Precious Wilsontól. Köszönöm, hogy elmondhattam. One way ticket. Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok, ez itt a Vantit Podcast legfrissebb adása. Velem szemben Forrai Krisztián ül, Forrai kollega, a Vantit magazinnak a egykori munkatársa szintén, tehát Vantit Podcast valóban a mai felállás természetesen. És hát Frank Ferien halála adta az apropót, hogy az Eurodiszkóról beszéljünk. Ugye az Eurodiszkóról beszélünk? Eurodiszkó. Hát ugye én azt, mikor ezt tárgyaltuk Messengeren, én azt találtam írni, hogy a diszkó szerintem lerágott csont már. Ezt most a BBC-nek is volt egy háromrészes szuper dokuja a diszkóról, ezt nagyon sokat kitárgyalták már, viszont az Eurodiszkóról szerintem sokkal kevesebb szó esik, holott az itt nálunk sokkal relevánsabb történet. Olyan szempontból se vizsgálták szerintem ezt az egész történetet, hogy teljesen más volt ez a fajta oda-vissza való hatást. Másrészt pedig a kifutása is teljesen más, és teljesen más volt eleve a kontextus. Nem is tudom, honnan kezdjük. Szeretnék két személyes emléket előhívni Frank Feriennel, illetve a Bonnie M-mel kapcsolatban. Az egyik az, hogy óvodás voltam, amikor a régi házunk nagyszobájában produkáltam magam a Rasputinra. Próbáltam leutánozni a Bobby Ferrellnek ezt a kozák tánc koreográfiáját, persze kapitális segreülések lettek a dologból. Ez az egyik, a másik pedig egy csodálatos fotó, ami a Boros Lajos Stage Pass című könyvében található, ez is beégett örökre. Ebben szintén Bobby Ferrell látható félmeztelenül a 78-as Kisstadion koncert backstage-ében egy majonézes bödön előtt márkás, azt hiszem talán megymárkás üveggel a kezében. Édes Istenem, hát ez csodálatos. Én erre a képre egyáltalán nem emlékeztem. Nagyon régen volt a kezemben ez a könyv, tehát... De akkor ez egy zseniális könyv, ezt mindenkinek ajánlom, csak így zárójelben. Csodálatos, hogy a Kraft Tamásról, egy legendás Ródiról, vagyis hát vele készült interjúkötet 80-as évek közepén. Na, viszont akkor én is így jövök a leges-legelső Magno kazettámmal, ezt tartom éppen a kezemben, egy BASF SM gyártmányú kazetta, ez a ronda narancssárga színű, narancssárga, fekete-fehér verzió volt, egy 60 perces kazetta, 1979-ben vettem fel vele először, Göteborgba nyaraltunk, és az A oldalon egy a Super Disco Party című lemez anyaga található, B oldalon pedig Bonnie M van. Igen, hát hogyha összebeszélünk, akkor mondjuk, hát itt szóban annyira nem. És az első lemezeim, ezt a két lemezt vásároltam legelőször általános iskolás koromban, Bonnie M, Gotta Go Home az egyik oldalon, B oldalon pedig az El Lute, a másik lemez pedig a Abba együttestől, a Chiquitita és a... Micsoda? A Love Light, igen. Igen, ugye azt hiszem, hogy talán ez volt az egyik első, hanem az első ilyen tábor megosztás, hogy Abbás vagy Bonnie M-es. Így van. Hát legalábbis külföldi zenekarok tekintetében. Külföldi zenekarok tekintetében. Én Bonnie M-es vagyok, én büszkén vállalom. Én így felváltva voltam. És szerintem volt Bonnie M-es szatyrom is, és Abbás szatyrom is. Sőt, a két tábor kibékítése érdekében volt olyan szatyör is, hogy egyik oldalán a Bonnie M, a másik oldalán az Abba volt. Tényleg? Bizony. Tényleg. És akkor így mindenki boldog volt. Nekünk néhány évvel ezelőtt még szerintem otthon én még láttam azt a piros, zárható füles Bonnie M-es szatyrot, ami óriási becsben van otthon. Mindig előkerül a Bonnie M. És az Abba. És az Abba, igen. Ugye Bonnie M és az Abba Magyarországon szerintem a mai napig is, hogyha valakinek azt mondják, hogy diszko, akkor Abba és Bonnie M. És ez eléggé egy ilyen stigmaként ragadt-e a műfajra. Ugye emlékszem, hogy amikor jó néhány évvel ezelőtt a Badihali barátom
meghívott a Diszkóvágás című műsorba a Tilos Rádión, abból ott állandóan kaptunk a fejünkre, meg mindig mentek a megjegyzések, meg a beszólogatások, hogy lehet a Tilos Rádióban, hogy ilyen gagyi, régi, retro, gicses zene szóljon. És hát akkor még mindig megvédtük a diszkót, hogy de hát, srácok, hogyha a diszkó nem lenne ez a gagyi, retro, gicses zene, akkor most a Tilos Rádióban nem szólna semmi, mert hogy ebből jött az elektronikus tánczene, az, amit a Palota is játszik, meg a többiek. Ez a stigma, ez nagyon sokáig rajta maradt a diszkón. És pont azt akarom mondani, hogy ez az utóbbi néhány évben kezdett megváltozni. A diszkónak nyilván, mint minden régi műfajnak időről időre van egy-egy reneszánsza. Ugye a zenei ciklikusság, bla. És külföldön azért már így a 2000-es évek óta a diszkó az elnyerte a méltó helyét, a legmenőbb aktuális DJ-k is rendre elővesznek egy régi diszkószámot. A régi diszkószámok újravágásai, riedit, ez Dunát lehetne rekeszteni, tehát ez teljesen elfogadott és népszerű dolognak számít, és itthon is én azt vettem észre, hogy az elmúlt pár évben már a fiatalok sem fordulnak el, vagy fanyalognak, hanem hogyha azt hallják, vagy látják, hogy valahol diszkó szól, akkor tudják, hogy nem Bonnie M meg Abba lesz, hanem az a fajta, megint idézem, igazi, autentikus diszkózene, vagy a diszkónak a mai megfelelői. Annál is inkább, tehát hogy nyilván ismerős is akkor nekik, hiszen egy csomó olyan úgymond diszkózenét hallgatnak sokan, akik jelenleg nagyon trendinek számítanak, gondolok itt a Dua Lipától kezdve a Harry Styleson át, a Weekend, Drake, stb. Előadókig. Így van, így, tehát igen, szóval hogy a diszkó az most már nem számít egy csúnya szónak, nem számít cikinek abszolút, de hogy nagyon sokáig az volt. Itt Magyarországon az ilyen, tudom én, DJ, meg party körökben mindenképpen, és ez pont annak köszönhető be, hogy itt tényleg a diszkó az egyet jelentett ezzel a fajta a eurodiszkó vonulattal. Még itt gyorsan így a megosztásról, hogy szubkultúrák vagy ízlésvilágok ketté váltak Magyarországon, a csövesek és a digók voltak azok, akik a diszkóba jártak. Pár évvel később a digókból lettek a popperek, akik viszont már éppen a drágban tolták, nem pedig az olaszos ilyen travolta külsőben próbáltak minél több csajt felszedni, hanem oldalra fésült, frizúrás, répanadrág, és aktatáskámmal, ugye? Vászonzakó. Igen. Nekem is volt, aktatáskám is. Hogy a diszkónál még azért ezek a törzsek nem váltak el ennyire szemléletesen, ott inkább tényleg ilyen zenei ízlésbeli különbözőség volt, vagy részrehajlás, de ez nem nyilvánult meg, tehát egy Abbás nem öltözködött máshogy, mint egy Bonnie M-es, nem volt más a frizurája, csak ez inkább, legalábbis Magyarországon, mint a Beatles meg a Stones. Szóval most egy Beatles-os vagy egy Stones-os, így ránézésre nem mondanád meg valakiről, hogy Beatles-os vagy Stones-os, de nyilván mondjuk egy Depeche-es vagy egy Duran-os, ugye ott azért már a különbség az jóval látványosabb volt, vagy egy punk, meg egy diszkós esetében. De hogy igen, szóval, hogy azért ez korábban elkezdődött ez már nyilván, és ugye ezt tudjuk, hogy az ifjúsági kultúrában mindig törzsek vannak, csak én azt gondolom, hogy eljutottunk most oda, hogy ezek a törzsek már abszolút képlékenyek, és állandó kölcsönhatásban állandóan alakulnak, állandóan változnak, az emberek kibejárnak akár egyszerre több törzsnek is a tagjai. Ha már itt diszkó vagy eurodiszkó, inkább eurodiszkó szűkebben, akkor ennek is lesz majd egy ilyen, nem tudom, egy ilyen alternatív utóélete a mostani generációk
szűrőjén keresztül, és ez szerintem egy tök jó dolog. Ez nem csak az Eurodiszkónál, az összes többi régebbi zenei stílusnál is. Na de, amit a bevezetőben említettél, ez a zenei, kulturális oda-visszahatás, ez nem csak a diszkóra, ez úgy általában a könnyű zene egészére jellemző, hogy Amerikában megszületik egy új műfaj, egy új stílus, és aztán azt átveszik először az angolok, akik megcsinálják sokkal menőbbre. És akkor onnan aztán átterjed a kontinentális Európába, és alakulnak a különböző variánsai. Nyilván most ez általánosítás, de hogyha jobban belegondolsz, akkor ez tényleg így van. A németek megcsinálják gájlabbra, a franciák megcsinálják sikkesebbre, az olaszok megcsinálják még érzelmesebbre, még dallamosabbra, a belgák meg a hollandok megcsinálják furábbra, és aztán a skandinávok beléptek, ők abszolút Amerika imádók, gyakorlatilag a skandinávok megcsinálják ugyanazt, amit Amerikában, csak globálisan még jobban eladhatóbban. Ezt ugye az abba óta tudjuk, és Max Martin óta meg azt is tudjuk, hogy nem véletlenül dolgoznak skandinávok az amerikai zeneiparban. Úgyhogy ez a folyamat, ez a diszkóra is abszolút igaz. Ennek folyamánya az is, hogy érdekes módon Magyarországon az autentikus, idézőjelben, amcsi diszkó az sosem terjedt el. Igazából. Így van. Én most így visszakerestem rádiós televízió újság archívumban tánczenei koktélokat. Annak ellenére egyébként, hogy játszottak jó pár számot, de hogy egyébként nem ez volt a jellemző, hanem szerintem a német slágerlista volt inkább mint a brit. De szerintem így általánosságba véve is jellemző volt, hiszen ha most visszamegyünk akár a 70-es évek elejére is, vagy első felére, sokkal inkább játszottak Sweetet, mint David Bowie-t. És akkor ezt sorolhatnánk. Mert hogy a kontinentális Európában ezek a produkciók sokkal jobban mentek. A kontinentális Európában, főleg a német kulturális hatás köszönhetőbben, ugye ott ez a Schramli kultúra, a Schlager. Igen, ami tökre más jelent igazából, mint a magyarban, tehát hogy más a jelentés tartalma. Gyakorlatilag umca-umca limonádé zene, és ez Oktoberfest. Így van, és ez szintén a németeknél az összes zenei műfajba beszívódott, de hát ugyanúgy a franciáknál a chanson hagyományok kimutathatók minden stílusban, hogyha mélyre ásunk. Az olaszoknál a belcanto, ugyanígy a diszkóban is abszolút. Azért dallamosabb az olasz diszkó. Igen. Mert ezek ugye az olasz belcanto hagyományok, és a többi, és a többi. És hát mivel igen, Magyarországon a német hatás érvényesül, ezért nálunk is inkább ez terjedt el, illetve hát nem függetlenül attól, hogy az Eurovíziós Dalfesztivált azt ugye itt is közvetítették, illetve a 70-es évek végén, 80-as évek legelején jó néhány NSK-en zenés tévéműsort is átvett a Magyar Tévé, úgyhogy a magyar tévénézők abszolút képben voltak a Bonnie M-mel és az összes többi sláger előadóval kapcsolatban. Úgyhogy a diszkónak Magyarországon ez az európai vagy eurodiszkó vonulata tarolt. Egyébként tök érdekes, hogy amikor így megnézed mondjuk idővonalon ugye az eurodiszkó megjelenését, bár nyilván akkor még nem hívták eurodiszkónak. Azt 78-ban találta ki ezt a kifejezést állítólag, bocs a közbevetésért, a Robert Christgau nevű nagyon-nagyon-nagyon ismert és fontos amerikai kulturális újságíró, a Village Voice-ban írta le ezt először, legalábbis a Wikipédia szerint, de hát ez szerintem abszolút logikus, hogy ezt Amerikában teszik meg ezt a distinkciót. Ez a folyamat, ez gyakorlatilag párhuzamosan zajlott az amerikai meg az angol száz klub szénával, csak hát nyilván más fele futott ki. Tehát, hogy azok az emberek, azok a nevezük producereknek leginkább, azok eléggé képbe voltak azzal, hogy mi történik Amerikában így klub szinten, vagy azokon a csártokon, amelyeken feltűntek ezek a elsősorban így a Philly Soundból érkező előadók, és akkor ezeket kezdték el gyakorlatilag honosítani. Ráadásul ez visszafelé is igaz volt, mert hogy a Amerikában pedig már akkor
sok európai dalszerző, hangszerelő, producer tevékenykedett, és hogyha úgy vesszük, akkor például a Village People és Eurodisco, mert hogy az két francia csávó találtak ki, a Jacques Morali és Henri Belolo, mindketten egyébként Casablancában születtek. Érdekes. És lábjegyzett, hogy a francia a diszkóban nagyon sok volt francia gyarmatról származó fekete szereplő található, tehát ők nagyon, nagyon szívesen dolgoztak a karibi feketékkel, míg Németországban, ugyanakkor pedig az Amerikából beáramló feketékkel dolgoztak sokan, ugye egyrészt a katonaság révén kerültek oda Amerikából, illetve hát nagyon sok zenész, aki nem tudta megcsinálni a szerencsét Amerikában, vagy ilyen másod-harmad vonalbeli, az aztán átjött Európába, és akkor a megjelenése ugye ott exotikusnak számított, nyilván a hangja is, úgyhogy nagyon szerették ezeket az énekeseket, session zenészeket, az európai producerek, például Giorgio Moroder is, lásd Donna Summer. Ezek a figurák egyébként, akik mondjuk, hogy Moroder, meg a Ferien, és még nem veszhetünk még másokat is, tehát főleg ugye a német szereplők ezek, ők azért jellemzően már régi motorosok, tehát ők már a 60-as években elkezdték zenélni, ilyen vagy olyan módon sikert arattak, és fölépítettek maguk mögé egy olyan hátteret, ami vel tudtak már session zenészekkel dolgozni jellemzően. Azt szerintem kevesen tudják, hogy a Moroder, aki a Feriennel egy korosztály, igen. Ő ugyanúgy ilyen német sláger előadóként kezdte. Hogyha valaki felmegy a Discogs-ra, és akkor visszanézi a diszkográfiáját Morodernek, ott az elején a 60-as években azért jó néhány, hát enyhén szóval megmosolyogtató, hétincses kislemez lehet találni, szóval erőteljesen vastagon benne volt a gagyiban a maestro annak idején, ahogy a Ferien is. De hát ezek a tanuló évek voltak, és itt gyakorlatilag mindent megtanultak a zeneiparról. És igen, és aztán nagyon jó érzékkel, meg füllel belecsaptak a diszkóba. Szedjük össze szerintem a kulcs pillanatokat, mert tényleg ez tök érdekes, hogy a Billboard listán 74-re datálják ki kb. Az első diszkónak nevezendő dalt. Igen. És 74-ben már fölvette a Do You Wanna Bump-ot a Frank Ferien, csak akkor még várt. Egy évet várt, már nem is emlékszem. Tehát, hogy kijött talán single-ként kijött, igen. Hát mindenképpen 75 Moroder is akkor kezdte. Müncheni hangzás. Igen. És ezt szoktuk mondani a Morodernek erre a korai 80-as évek elejéig tartó szakaszára, amíg ugye Európában volt, mert ugye aztán átköltözött Amerikába, amikor már Oscar-díjas filmzenéket írt inkább, meg sportkocsikat tervezett, meg nem tudom. Én azt gondolom, hogy 75, annál is inkább, mert ugyanakkor Franciaországban a Seron is akkor indult, ő egy dobos volt, ilyen afro-rock zenekarokban dobolt. És ez aztán rányomta a bélyegét, már pozitív értelemben a zenére, és ami ilyen abszolút perkusszív. Tehát ő volt az első európai diszkóproducer, aki ezt mind a mellett, hogy nagyon buja, ilyen szimfonikus hangszerelés volt a számok tetején, az alja elképesztően feszes, perkusszív ritmus volt, és a Seron ebben abszolút rávert a Moroderre, egészen a Life in Love-ig nyilván. Amiatt ugye egy korszakos szám volt, és ők ketten versengtek, mert hogy őket nagyon hamar bevette az amerikai diszkó közeg, ugye a Casablanca Records volt a diszkó főkorszakának a főkiadója, és ők már kezdettől figyeltek Európára is, tehát ők abszolút tisztában voltak azzal, hogy ez a diszkó átterjedt már Európára, és ők figyeltek fél szemmel Európára is, úgyhogy Morodert is átrángatták, meg Seront is, tehát nekik már kezdettől, 77-től 78-ban már nagy sikerék voltak Amerikában. Feriennek annyira nem ment Amerikában a szekér, viszont ment mindenhol a világon, Afrikában, Közép-Afrikában, az arab országokban, Dél-Kelet-Ázsiában, Kelet-Európában. És Kelet-Európában természetesen. Úgyhogy szerintem ő nem nagyon búslakodott az amerikai piac miatt, mert hogy volt neki elég.
Igen, tök érdekes egyébként, hogy a Boney M. Amerikában csinált egy vagy két minor hitet. Nagyon más, hogy nem is volt jelen. Részben annak tudható be, hogy azért lássuk be, a Boney M. diszkográfiájának a nagy része az feldolgozás. Így van. Mint ahogy egyébként a Feri ennek a produceri munkájának a nagy része feldolgozás. Igen. És ugye neki volt egy másik projektje, az Eruption. Az Eruption összes nagy sláger, I Can't Stand the Rain, stb. Is feldolgozás. Tehát igen, ő abban jeleskedett, hogy azokat a dalokat, amiket ő nem tudott a kvalitásai, az előadói, dalszerzői kvalitásai miatt megírni, előadni, azokat átültette ilyen limonádé diszkóba. Ebben volt szerintem ő zseniális. Mennyire limonádé diszkó az Eurodiszkó? Teljesen. De én szeretem ez a limonádét, vagy... például én nyáron nagyon jó a limonádé, kis mentával megbolondítva, és azért az Eurodiszkóban is volt nagyon sok fűszer, regionális fűszer, vagy egyes producerek, amit hozzátettek, de hát alapvetően ez abszolút egy ilyen litty-lötty verziója szerintem annak az igazi amerikai diszkónak. Az Eurodiszkó az sokkal inkább támaszkodott a novelty faktorra. A novelty az ugye az a poén zene, az a valamilyen vicces, egzotikus, különleges ötletre, koncepcióra felhúzott projektek vagy számok, ugye az a novelty. És az Eurodiszkó az abszolút ilyen novelty központú zsáner szerintem, amivel semmi baj nincs az égvilágon, mert hogy pont emiatt született rengeteg emlékezetes dal, miközben az amerikai diszkóban, mondjuk az úgymond az underground diszkóban iszonyatosan jó zenék vannak, de azokra mégsem emlékszel annyira, mint a, nem tudom, igen, a Boney M-nek a Rasputinjára. Mennyire voltak egyébként hasonló klubok Európában, mint mondjuk Amerikában a Studio 54, ami ugye 1977-ben nyitott meg. Nem igazán, ami azért vicces, mert hogy maga a diszkó kifejezés az Európából származik. Igen, ugye francia. A diszkotek a második világháború alatt az ellenállásban, amikor működtek ezek a titkos pinceklubok, és ott lemezeket hallgattak. Méghozzá amerikai feketék által előadott jazzlemezeket hallgattak. Elképzelhetjük, hogy ez mennyire veszélyes volt a német megszállás alatt. És a diszkotek, ebből lett aztán a diszkó, mint szórakoztatóipari komplexum, és aztán zenei műfaj. Maga a szó az így hogy vándorolt egyébként így a Franciaországból, a francia ellenállásból egészen Amerikáig? Zenei impresszárió átrándult Párizsba, és ott egy ilyen a Whiskey a Go-Go nevű klubot látta, és Amerikában még ez abszolút nem volt bevet, gépzenétre, ugye, zenegépre, lemezekre táncolnak emberek, hanem élő szalonzenés szórakozóiek voltak, és akkor, mikor visszament, azt mondta, hogy ezt megcsinálom, mert ez sokkal kifizetődőbb, mint minden este zenekarokat foglalkoztatni. És akkor így lett. Ott hagytuk abba, hogy a helyek, nem ilyen legendás helyek Európában nem voltak. De hát nyilván diszkók azok itt is, a 70-es évek végétől itt Budapesten is, tehát ez éjszakai szórakozó helyek, azok működtek, és lemezlovasok is működtek. Az én papám is lemezlovas volt egy alföldi vidéki városban, a Panoráma Presszó nevű helyen volt. Lemezlovas, Szalagos Magnóról játszotta a zenét, meg Bakelitről. Pesten, amikor a műszaki főiskolára járt, és akkor a hírét vette, hogy működik egy magnós klub. Ez az a legendás magnós klub, ahol a Bétót, a Cintula... A BCD. Meg a... Melyeki volt a... Arató. Arató. Bétót, Cintula, Dévényi. Dévényi, igen. ABCD, igen, ez az, és akkor ott bekerült ebbe a szűk körbe, és hát a családi legendáriumban több ilyen sztori is van, amikor a Cintula elől happolt el lemezeket, és viszont, és akkor ebből ilyen óriási
nem tudom, bajusz össze lettek. Úgyhogy és akkor aztán De ez neki mennyire volt megélhetési forrás? Vagy ebből tartott el a családját, vagy pedig ez ilyen kiegészítő jövedelem volt, mint anyámnak a kötés? Igen, ez kiegészítő jövedelem volt, hát itt most nyilván itt a édesapám helyében nem beszéletek, de én azt gondolom, hogy a szíve szerint ő DJ maradt volna, de hát egyszerűen nem tehette meg, mert akkor már én is útban voltam. Vagyis hát nem útban voltam, akkor én már megszülettem, a hugom volt útban, bocsánat. Akkor hagyta abba. És a lemez egy nagy részét is eladta, ami azóta is hát a szívfájdalma nyilván. De hogy ő abszolút naprakészen benne volt néhány évig ebben, és ugye hát ez még a konferálós diszkózásnak az időszaka. Van egy kazetta 79-ből, ami másfél órát rögzít egy ilyen estéből. Időnként digitalizáltam, időnként meghallgatom. Elképesztő. Egy ilyen csapás a múltból. Most így folyamatosan előkerül az 1979, és 1979-ben és nagyon sokáig én egyáltalán nem hallottam a Demolition Night-ról, tehát a Disco Sax időszakról, ami ugye Amerikára volt jellemző. Azt szoktuk mondani, hogy ez Amerikában a diszkó hanyatlásának a kezdete, hiszen a Disco Demolition Night után a Bee Gees és társai nem csináltak top X-es Billboard slágereket. Európában és az Eurodiscóban szerintem ebből mit sem vettünk észre. Nem, egyrészt, mert azért van egy kis fáziskésés nyilván, tehát hogy az egy dolog, hogy pár ilyen dörzsölt vénróka, már akkor vénrókának számító zenész ugye pénzszagot fogott, és hát nyilván tehát nem vitatom el a Feri ennek is egyébként a maga műfajában a képességet, meg a tehetségét, ahogy a Morodernél viszonylag szerintem egyértelműbb. De attól függetlenül azért az Eurodiszkó is, vagy a diszkó itt Európában 77-től kezdett úgy igazán felfutni, és tartott a 80-81-ig. Itt Magyarországon is egyébként 77-ben jöttek ki az első ilyen diszkós dalok. A Metronom 77, azt szerintem ilyen szempontból egy fontos dátum volt. Én emlékszem a Metronom 77-re, megjöttünk nyaralásból Csehszlovákiából, és talán pont a, nem tudom, az elődöntőtől láthattam az egészet, tehát nem csak a Piramis együttest láthattam benne, hanem a Beatrice együttest is láthattam, meg másokat, akik diszkót játszottak már akkor. Így van, és 78-tól 80-ig szinte minden első vonalbeli népszerű előadónak volt egy-egy diszkószáma. Szűcs Juditnak több diszkó lemeze is volt, Zalatnai Cini, Kovács Kati. Hát Kovács Katinak az 1980-as lemezén van a Kérdés önmagamhoz című dal, ami szerintem minden idők legjobb magyar diszkószáma. Egy az egyben akkor nemzetközi színvonalú Space Disco, ami nem véletlen, mert hogy a Szalai Sándor szintetizátorozik benne. A Szalai Sándor a Pantarej zenekarral tűnt fel, ő egy asztrofizikus és mellesleg szintetizátor építő. Feltaláló. Több szabadalma van. Így van, igen, így van. És aztán volt neki 83-ban a PR Computer projektje, ami egy fantasztikus magyar lemez. 78 és 80 között tetőzött itthon a zeneiparban a diszkóláz. Zárójeles kérdés. Gondoltad volna, hogy egy olyan diszkószám őríti meg az embereket 2022-ben, ami 40 éves, és Máté Péter írta, és Korda György énekli? Frank Ferien nekrológban a Guardianen az Alexis Petridis írta, amit egyébként rajta kívül nagyon sokan írnak mostanában, mert hogy így van, hogy a Z-generáció mindenre fittyet hányó, teljesen random zenefogyasztási gyakorlatán köszönhetően, ugye főleg a TikTokon keresztül, bármikor
bármilyen dalt újra elővehetnek, újra előkerülhet, újra slágerlistára kerülhet. A reptér az abszolút ennek egy iskola példája. De egy novelty dal volt. De egy novelty dal volt. A Korda diszkográfiájában is, meg a diszkon belül is, és hogyha ugye halljuk magunkban a repteret, akkor azért az inkább közelebb áll a táncdalhoz. Persze. Mint a diszkóhoz. Hiszen a Máté Péter egy táncdalénekes volt, táncdal szerző volt, Korda György pedig azokkal a skillekkel énekelte el, ami benne volt már akkor 20 éve. Tehát, hogy nekünk itt nem volt egy olyan szintű, nem lehetett olyan producerünk, mint a Frank Farian, vagy a Giorgio Moroder, vagy a Seron, nyilvánvaló okok miatt. Úgyhogy itt Magyarországon még annak a limonád és eurodiszkónak is a táncdalosabb verziója dívott, de hát ennek meg szerintem abszolút megvan a maga bája. Hát ezek a mag módján, ezek abszolút tökéletesen megcsált, nagyon jó és gazdag hangszerelésű dalok, szóval a reptérrel szerintem az égvilágon semmi baj nincsen. És mondom, a Kovács Kati dala szerintem fenomenális, vagy amit átküldtem neked Messengeren. A Lenna diszkóban című szám, ahol a Bonnie M és az Abba konkrétan name-droppolva van. Egyébként produkció szempontjából a Neotonnak a Familia korszakbeli lemeze, tehát ugye a Santa Mariától számított korszaka, azok szerintem meglepően jól vannak összerakva, kiválóan kopintották az Abbának, meg a Boniemnek, meg mindenféle eurodiszkó zenekarnak a hangzásvilágát. Látszik, hogy nagyon sokat foglalkoztak azzal, hogy ez tényleg úgy szólaljon meg, hogy külföldi piacra is alkalmas legyen, és eladható legyen a Neoton. Mindig azt kérték számon az Erdőstől, hiszen ő mondta, hogy világsztárt fog csinálni, hogy hú, hát, hogy nem lett világsztárt a Neotonból, de azért elég sok pénzt termelt igazából a Hungaratonnak, azokkal az eladott példány számokkal, amelyeket mondjuk így a Távol-Keleten meg a spanyol nyelv területen hozott. Az egy másik kérdés, hogy Németországban vagy az angolszász piacon nem keltett figyelmet. Egyértelműen a Neoton egyértelműen a magyar diszkózenekar, szerintem nem lehet vita. Volt még ugye a Kati és a Kerekperec, nekik két albumuk jelent meg, és a Titanic volt a legnagyobb slágerük. Belőlük még lehetett volna, de hát nem lehetett. És hát még volt a harmadik egyébként, a Beatrice. Itt mindig el lehet játszani a mi lett volna a kérdéssel, és én ebből egyszer szeretnék egy novellát írni, hogy mi lett volna, hogyha Nagy Feró nem válik el Csuka Monikától, megegyeznek az Erdőssel, vagy esetleg az Erdősnek a barátnője a Csuka Monika lesz, a Neotonnál óriási törés lesz emiatt, és punkzenekarként, vagy hardrockzenekarként a csöveseket szólítanák meg a budai ifjúsági parkban, és milliós példány számokban kelnének el a Beatrice-nek a diszkó lemezei, és Nagy Feróból diszkó király lenne Csuka Mónikával az oldalán. Lázálom. És a Neoton felkarolná a CPG együttest, hogy fellépjen előtte. Igen. A Beatrice-nek ezt a diszkó korszakát a mai napig nem tudom egyébként komolyan venni. Hát túl sokáig nem tartott. Tehát, hogy ők folyamatosan váltogatták a stílusukat a 70-es években. A magyar vonatkozás van. Szerintem a kevésbé ismert szereplők azok a lévai testvérek, akik Szabadkán, Újvidéken születtek, és mint nagyon sokan onnan átjártak Németországba, és aztán kint is ragadt az idősebbik Szilveszter lévai. A Tibor, meg viszont a korai piramis együttesben kötött ki, ha jól emlékszem, akkor még két billentyűs felállás volt, és talán ő énekelt a Gallaival felváltva, vagy valami ilyesmi. Bizony, na de hogy... Cáfoljon meg minket a kedves Vantit Podcast hallgató, írjátok meg kommentbe.
De hogy a szilveszter, a lévai szilveszter, ő aztán a 70-es évek elején Németországban ragadt, és ott a Michael Kunzéval társult, és aztán ők is ráugrottak a diszkó vonatra, és megcsináltak a Silver Convention nevű formációt, három énekesnő, és mögötte ők voltak a dalszerző hangszerű producerek, és a Fly Robin Fly volt az ő nagy slágerük, Amerikában is, tehát ilyen előkelő helyre jutott a slágerlistán. Ez az egyik, és aztán a Tibor, aki ilyen 10 évvel fiatalabb a bátyjánál, neki aztán a 80-as évek közepén volt egy Gypsy Bubi című ilyen euro diszkó slágere, a számcím fordításától most itt eltekintenék szemérmesen, de hogy az egy ilyen igazi, ilyen cigányhegedűs novelti diszkó szám volt. Ez olyan, mint a Dezső Csabának a Funky Hegedű című opusza. Csak eurodiszkóban, igen. Na, mert hogy ugye a másik, a magyar vonatkozású eurodiszkó történet, nyilván ezt sokkal többen ismerik, az a Genghis Khan, Mándoki László és Késmárki Marika volt az első énekesnő, az eredeti énekesnők, 75-ben szakadtak az NSZK-ba, és a Genghis Khannak az érdekessége, hogy egyetlen egy tőzsgyökeres német tag volt benne, az összes többi az máshonnan verődött össze a formációba, és hát azért, hogyha tényleg az eurodiszkó egy ilyen kicses történet, hát akkor a Genghis Khan az ennek a hatványa, tehát szerintem a Genghis Khan az egy, még az eurodiszkón belül is egy ilyen nagyon cheesy formáció volt, ugye a Genghis Khan, Puszta, Moszkau, ezek voltak a nagy slágerek. De ez a fajta esztétika szerintem így jellemző volt. Volt például a Louvre együttes. A holland. Ők hollandok voltak, a Trójai Faló. Vagy ott van egy kicsit a sikkesebb vonalból a Bakkara, Yes Sir, I Can Boogie. Igen. Kicsit pöszítünk a spanyolosan. Igen, igen. Annak azért meg volt a varázsa. Abszolút. Tehát ez megint csak ez a novelty faktor, illetve hát nyilván ez a kelet-európai romantika, meg egy kicsit nyilván benne volt ennek a kicsit ilyen, hát ha nem is az, hogy tiltott, de hogy nyilván az egy ilyen ingoványos talaj volt azért ugye Moszkvát emlegetni, meg hát a Rasputin, amit ugye itthon betiltottak, miközben 78-ban. Ez egy nagy legenda egyébként. Igen, mondjuk, igen. Tehát ezt valakivel igazoltatni kéne, hogy ez valóban így volt-e, mert hogy közben 78-ban felléptek a Szovjetunióban is. A Boniem még. És hát a kis stadionban is felléptek, ugye, mint igen, a kép is az előbb mutatta, tehát hogy fellépett a Boniem mindenféle kelet-európai fesztiválon, szerintem Szopoti fesztiválon is fellépett, és az Irepsőn volt a kísérő zenekar a Boniemnek. Ilyen szempontból egyiket a Ferien nagyon szépen összedolgozott, vagy dolgoztatta a produkcióit, hogy a Boniem az Irepsőn Nell, meg volt ez a Gilla nevű csaj, akinek tök jó számai voltak, meg ezeket a dalokat, ahogy is rakosgatta, hogy akkor az egyiknek nem ment annyira, akkor feldolgozta a másik. Balázsom, költséghatékonyság. Kiválóan csinálta azt, és még így a Rasputinra visszatérve. Tehát amikor mentünk Svédországba, ugye az NDK-n keresztül autóztunk, és megszálltunk egy kisvárosban, vagy faluban, már nem emlékszem, és egy kultúrházban aludtunk, ahol éppen történetesen szombat este volt, és diszkó volt, de konkrétan a szomszéd teremben a Rasputint legalább háromszor játszották le a NDK-ban, érted? Tehát ezért furcsa nekem az egész betiltás dolog, ez most így hogyan? Mi? Tehát, hogyha az NDK-ban... Trójai Faló volt. Trójai Faló volt a Rasputin, meg a Boniem is. De hogy igen, szóval, hogy ezeknek a tematikájú daloknak megvolt ez a pikantériája. Úgyhogy szerintem erre a szerzők, producerek rá is játszottak egy picit. Diszkó is, mint trend, az tényleg néhány év alatt azért lefutott, Európában is. Viszont Európában
szinte azonnal jött egy második hulláma az Eurodiszkónak, ahogy ugye Amerikában úgymond a föld alá szorult, és aztán kifejlődött a house, techno, stb. Európában inkább ez a high energy, ami nagyon szintetikus, nagyon ilyen trappolós szint is, dobgép alapú, és hát alapvetően a meleg klubokat célzó irányzat volt, és az jött be ide a 80-as évek elején, és aztán abból, az előző eurodiszkó vonulatból, meg ezekből a táncdalos, slágeres hagyományokból elsősorban Németországban alakult ki aztán az eurodiszkónak a 80-as évek beli válfaja, amelynek ugye a fő figurája Dieter Bohlen, aki a Modern Talkinggal bankot robbantott, és aztán általa megcsinált formációk, és aztán ugye az Európában az ő hangzását lekoppintó kismillió formáció, aztán azt Bad Boys Blue. Igen, Sissy Catch volt még, rengeteg, tehát rengeteg ez napestig lehetne. Igen, a Sandra ugye, ő az Arabesk nevű diszkózenekarban Hello, kezdte. Hello, Mr. Monkey. Illetve, hogy itt az egyik kazettámra rá van írva, Hello, Majom úr. Az eurodiszkót nagyon sokan egyébként ezzel a 80-as évekbeli hangzással azonosítják, ami hát egész Kelet-Európában így itt is elképesztően népszerű volt. A Neoton erre is nagyon jól ráfeküdt egyébként, ahogy Fenyő Miki is a Modern Hungáriával. Lehet a Hungáriával csinált egy szólólemezt, ez a Lépjük a lépcsőt, az annyira nem jött be, sőt, akkor megpróbálkozott a Break-kel, megcsinált az első replemezt, de az sem működött még, mert ott már egyáltalán volt hiteles. Ez a novelty azért ott már erősen kérdőjelesnek számított. Mert emlékszem, amikor a Pulzusban megjelent, azért már 40 éves volt, és ilyen iszonyú nagy táskák voltak a szeme alatt. Tehát, hogy Rátonyi Róbert is csinálhatott volna akkor hip-hop lemezt. És valamiért ez a Modern Hungária, ez tökre bejött neki. Az egyik évfolyam társnőm volt az egyik énekesnő. Plexi és Frutti. Plexi és Frutti. A Plexi már nem él. Igen. Igen, tehát a Modern Hungária működése az viszont már párhuzamosan futott a Lakodalmas Rocknak a térnyerésével. Úgyhogy az már egy kicsit azzal így összefolyt. Illetve hát szemben. Azzal is, hogy a Fenyő akkor kezdett igazából így producerként működni. Hogy azt hiszem a Step együttessel dolgozott, és talán nem sokkal később talált rá Szandira. Mint ahogy a Dieter Bohlen is gyakorlatilag egy, hát ő egy producer volt. Hát illetve a Luis Rodriguez, spanyol ember volt az ő jobb keze. Gyakorlatilag a zenék, a hangszerelés nagy részét ezt ő csinálta, a Bohlen meg tényleg producer volt, tehát bólogatott, megmondta, hogy ez legyen, az legyen, ez jó, ez nem jó. Ez a fajta eurodiszkó, ez a Komjátinak a rádióműsorain keresztül is ömlött be, mert hogy neki volt valami kapcsolata, aki járt minden héten ki Olaszországba, és akkor ezeket az italodiszkó meg eurodiszkó lemezeket hétről hétre mutatták be a rádióban, tehát ez abszolút, és a diszkóban is ez szinte egyedülalkodó volt. Itt is, meg egész Kelet-Európában. És az italodiszkóra nem véletlenül térek ki, mert hogy szerintem ez egy nagyon fontos fejezete az eurodiszkónak is. Ha meghallgatsz egy korabeli olasz diszkószámot, 79-es, 78-as számot, akkor érződik, hogy nem amerikai, de olyan egyszerűen nem vagy benne biztos, tehát simán elmehetne amerikainak is. Ők is nagyon sok amerikai énekessel, session zenésszel dolgoztak már kezdettől fogva, mert az volt a katonásuk, hogy pontosan olyanok legyenek, mintha Amerikában készültek volna ezek a zenék. És aztán ebből sportot űztek, és hát ott nagy ipari termelésben ment a zenekészítés. És aztán, amikor a 80-as évek elején bejöttek az angol szinti pop hatások, meg a pop, meg a rock, és akkor ebből kialakult az a teljesen szintetikus italodiszkó, ami érdekes módon Amerikában teljesen a radar alatt maradt, miközben
itt Európában tarolt, hódított. És az oké, hogy egyébként az amerikai undergroundban meg nagy-nagy keletje volt az olasz lemezeknek, tehát a house-ra meg a techno fejlődésére nagyban hatott, de nem italodiszkóból például, ahogy eurodiszkóból sem voltak nagy slágerek Amerikában. Itt a kontinensen, illetve Kelet- és Dél-Európában főleg. Itt viszont abszolút rányomta a bélyegét a szórakoztató, vagy a klubzenéknek a fejlődésére. Bocsánat, hogy közbeszólok egy pillanat, még egy picit visszaugranék, hogy olyan szempontból az érdekes, hogy Amerikában nem arattak nagyobb sikereket, ahogy az előbb már említetted, de hogy egyébként már a 70-es évekbeli eurodiszkó zenekarok közül Nagy-Britanniában viszont igenis arattak sikereket, tehát hogy a Boniem ott is tök nagy zenekarnak számít. Ez aztán így a 80-as években ismétlődött esetleg így a italo meg eurodiszkó vonalon? Igen, mert hogy hát az italo diszkó meg a high energy, ez így együtt az átszivárgott Angliába, és ott lett ebből a Stockton Waterman művek, akik hát ugye a 80-as évek legsikeresebb angol slágergyárosai voltak, Rick Astley, Kylie Minogue, és a többi. Ők aztán természetesen visszahatva az európai zenei ízlés nagyban befolyásolták, az amerikait kevésbé. Tehát ott ez a fajta vonal, ez nem igazán tudott sikereket elérni. Európában szerintem tényleg, tehát a 80-as évek az róluk szólt a slágerlistás popzenében. És amiért még egyébként az italodiszkót fontosnak tartom, az ugye, hogy a Frank Ferrienről mindig elmondják, hogy mekkora kamu volt, meg micsoda nagy átverés, ugye Milli Vanilli, nem ők énekeltek, de hát könyörgöm, a 70-es évek óta ez egy teljesen bevett gyakorlatnak számított a diszkóban mindenképpen, az italodiszkó pedig de facto arra épül, hogy vegyünk egy jól kinéző táncost és vagy modellt, aki a projektnek lesz az arca, és aztán majd a stúdióban zenészek, dalszerzők, énekesek összerakják a számot, amit aztán ezek az arcok eltátognak a diszkóban. És végül is a mai napig tátogják, akár a Budapest Parkban, vagy a Rewind Show-ban gyakorlatilag 50 pluszosan. Ennek az egyik legszórakoztatóbb, vagy tragikomikusabb története, ez a Dan Harrow történet. Ugye a Dan Harrow az azért lett Dan Harrow, mert denáró, mint pénz. Tehát ez egy ilyen vicces projektnév, és egy szőke modell ismer mindenki denáróként, de hogy valójában egy amerikai session énekes jegyezte legalábbis az első időben a dalokat, mert ezeknél a projekteknél a hangokat is cserélték, tehát az a zseniális az egészben, hogy az egyik számban X énekel, a másik számban Y énekel, ez kutyát nem érdekelt és nem is zavart. Mint ahogy itthon Magyarország a 90-es évek több idején, hogy Stefani Dúja nulla énekel, vagy a Czerowski Henny. Szóval visszatérve, nekem azért volt mindig egy kicsit ilyen fura ez a Fariennel felemlegetni ezt. Amerikában valóban, tehát hogy ez hallatlan volt és botrányos, de hogy miközben az európai zeneiparban ez egy teljesen mindennapos gyakorlatnak számított, és ettől még ugyanúgy tehát megélt mindenki, és tényleg, tehát ez senkinek nem jelentett problémát, de hogy, és volt ez a denáró történet, Tom Hookernek hívják az amerikai énekest, és hát aztán ők természetesen egymástak ugrottak, és készült erről egy dokumentumfilm, amit feldolgozza ezt az egészet. Elképesztő, ugye, ahogy így vádaskodnak, és akkor gyakorlatilag a kifutás ennek az, hogy mind a kettő nagyon jól megél ebből tulajdonképpen.
Te végül is Bonnie-ből is van per pillanat 2 vagy 3. Igen. Tehát nyilván mindig változik. Sőt, az egyik ismerősöm énekel is benne. Tehát ő az egyik énekes. Nem. Volt a Bebe is volt. A Bebe is volt a Bonnie-ből? Igen. Az Eurodiszkónak az Eurodance az utóélete, ugye az tulajdonképpen ennek egy közvetlen folyamányaként fejlődött ki a 80-90-es évek fordulóján, amikor a diszkó hatások azok már nagyjából teljesen kikoptak, de ugye akkor már ott volt a house és a hip-hop, ugye a rappelés, ezért van az, hogy minden második Eurodance számban van egy rap-betét. És gyakorlatilag hát az egy teljesen más történet, de hát tulajdonképpen az Eurodiszkó nélkül nem lenne az a Eurodance, ami azért még ma is eléggé meghatározó. És már az is retro, és gyakorlatilag összefolyik ezekkel a sztárokkal. Tehát szerintem, aki ezekre a bulikra jár, azoknak ezek az évtizedek gyakorlatilag összefolynak, hiszen már tök mindegy, hogy 25 éve történt, vagy 40. Ahogy a mondás tartja, a 90-es évek 10 éve volt. Igen. De hogy ebben is azért még Frank Ferien benne volt azért valamilyen szinten. Például persze. A Labussal például. No Mercy. No Mercy, igen. Persze. De akkor már nem Németországban élt, hanem Miami-ban. Mint ahogy egyébként a Moroder is Amerikában élt, Miami-ban. Ezek mennyire nevezhetők akkor Eurodance-nek, vagy Euro-slágereknek? Hát igen. Hiszen az MTV azért ott már nagyon vastagon benne volt, hogy sláger legyen bármi is. Igen, de azért én azt gondolom, hogy a 90-es években azért még a Eurodance az egy nagyon karakteresen más hangzás volt, mint tényleg az amerikai dance vagy dance pop zenék. Aztán a 2000-es évektől ez valóban már így összefolyt, mert gyakorlatilag onnantól kezdve ma is már ugye abban vagyunk benne, hogy egyszerűen minden mindennel. Hát pláne, hogy gyakorlatilag a Euro az beköltözött Amerikába, hiszen Max Martin meg előtte a Dennis Pop világslágereket kezdett gyártani. Igen, de hogy azért annak a fajta Eurodance-nek, ami a Coco Jumbo, Captain Jack és társai, annak azért megint csak Amerikában nem volt akkora tábora, viszont ugyanúgy, mint ahogy a Eurodiszkónak, vagy az Eurodiszkónak, Dél-Kelet-Ázsia és ugye Rest of the World, az viszont a mai napig, tehát ott tudnak ezek az előadók ezekkel a retro turnékkal a mai napig is még pénzt keresni. Szerinted Dua Lipa Eurodiszkót játszik? Most Dua Lipa az angol rév hangzást szeretné megidézni a következő lemezével, most ezt nyilatkozta. Szerintem ő egy olyan popkulturális szivacs, mint ahogy a mostani fiatal előadóknak lennie kell. Szerintem ez így van rendjén. Én nem tudnám én ezt már így egy-egy műfajra leszűkítve definiálni. Ennek, hogy Eurodiszkó, Eurodance, ezek mögött már nincs tartalom. Elvesztették a jelentésüket ezek a címkék. Ez Frank Fariennek szerintem azért eléggé tartalmas élete lehetett. Azt olvastam, hogy több mint 800 millió lemezt adott el, mármint hogy az összes produkciója, ami azért ugye elég durva. Szoktuk mondani, hogy nem lesz egy másik Prince, nem lesz egy másik David Bowie, és akkor itt most nagyon sok pont-pont-pont következik, és senki ne sértődjön meg, de nem lesz egy másik Frank Ferien sem. Ez a korszak a
zenecsinálásnak ez szerintem végérvényesen távozik ezekkel a figurákkal, és hát én előre rettegem a napot, amikor majd a Morodernek a gyászhíre végigfut a social médián, de hogy én azt gondolom, hogy az fog majd tenni egy nagyon vastag pontot ennek a történetnek a végére. És remélem, hogy ez még nagyon soká fog bekövetkezni, persze. Nagyon sok mindent nem érintettünk, nem érintettük az Ottaván együttest, nem érintettük a Gombé Dance Bandet, mondjuk szerintem az volt a legpusztítóbb az összes Gombé Dance Band / Szaragóza Band. És a Szaragóza Band, fú. Beszélő név. Szaragóza. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljött Forrai Krisztián. Én köszönöm. Találkozunk a következő alkalommal. Sziasztok. Sziasztok. Stock. Sziasztok. Étkem Waterbe. Stock étkem Waterbe. Nem, egy pusztító poén nélkül nem lehetett. Maski. A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra.